Az elnevezés az 1800-as évek második felében a dél túlon kibontakozott jelentős baloldali mozgalmakra utal. A föld parasztok és munka nélküli kubikosok elégedetlensége időnként spontán földosztásba és mindenféle tüntetésbe torkollott. A lázongásoknak minősített megmozdulások feloszlatását pedig a csendőrök végezték éles lőszerrel. A legforróbb pont a mai Békésvegye környéke volt ahol az egymást érő arató sztrájkok miatt már 1889-től a hatóságok célkeresztjébe kerültek az agrárszocialista és egyéb paraszti, illetve kubikos mozgalmak. 1891. május elején például Orosházán a következő nap Békés Csabán dördült a sortűz. Egy hónappal később Batonyán a csendőrök egy mozgalmá letartóztatása ellen tiltakozó közzé lőttek. 1894-ben pedig Hódmezővásárhelyen szintén egy letartóztatás miatti tiltakozás él véget sortűzzel. 1895-ben pedig ismét Békés csobán dördültek a fegyverek. A mozgalmak azonban egyre erősödtek, és így az összecsapások is hevesebbé váltak. 1897-98-ban is több helyen volt összecsapás, összesen 10 halálos áldozattal. Az 1898-99-es szezon mérlege már 51 halálos áldozat, a szegény parasztok problémáit sem a monarchiában, sem a horti rendszerben nem sikerült megoldani. Sőt, a gazdasági világválság miatti elszegényedés csak növelte a bajokat. Így az időről időre kitört lázongások leverésében való részvétel a csendőrség történetét is végigkísérte. Egy szakály Sándor által idézett korabeli kimutatás szerint 1890-1914 között 105 alkalommal került sor túlnyomó részt agrári jellegű munkásmozgalmi eseményben való fegyveres beavatkozásra amelynek következtében 61 tüntető meghalt, 868 pedig megsérült, míg a csendőröknek 6 halottja és 35 sebesültje volt. 1443 szemét vettek hosszabb időre őrizetbe.